Nem látod még a jövőt, lehet elvakít az út, ha sötét a múlt, de azt vakon felismered, aki úgy ad, ahogy kér, aki nem hibákat keres, önzetlenül csak szeret, pusztán azért, mert élsz. Hát kedves nézőink, valahogy így hangzik a Kovalszky meg a Vega egyik aktuális nagy slágere, a Mintegyjel, és velem szemben a stúdióban Kovalszky és Jimmy, a Kovalszky meg a Vegából, ugyebár. Sziasztok, fiúk, hát nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket itt Nyíregyházán. Milyen a kapcsolatotok a várossal, illetve a megyével? Mert ugye Debrecenbe hazajártok, otthon vagytok, azt tudjuk, de mi a helyzet Nyíregyházával? Hát sok szeretettel köszöntünk még egyszer téged is, meg a nézőket is, sziasztok! És szép napot kívánunk. A várossal való kapcsolatunk talán leredukálódik az én személyemre, hogyha jól tudom. Már csak azért is, mert tehát az én családomban, nem is a családom, hogy a családomban, az én feleségem az Nyíregyház, nem kell ezt ennyire bonyolultabban megfogalmazni. De hát a drága Valcsikám, ő nyíregyházi, és hát ugye ez most már egy jó, hát legalább 20 éves történetre tekint vissza. Na most ez nem azt jelenti, hogy az én esetemben olyan nagyon gyakran és sűrűn fordulnék meg Nyíregyházán. Ismerkedésünk hajnalán, a kezdeteknél nyilván többet voltam azért én is személyesen Nyíregyházán, de a zenekar kapcsán... Sokat. A zenekar kapcsán elég sokat, bár nem eleget szerintem, ahhoz képest, hogy ha már Debrecent hoztad föl példának, ahhoz képest mindenképpen talán tartozásaink vannak a várossal. Szemben. Igen, de ezt úgy is nézhetjük, hogy ugye Nyíregyháza meg Debrecen itt van egymástól egy köpésre, tehát bárki átmehet, mondjuk akár a szezonnyitó nagy koncertetekre, ami ugye ott volt Debrecenben. Na, meséltek egy picit arról, az milyen volt. És én gondolom, hogy egyébként sokan átjöttek Nyíregyházára. Igen, sokan átmentünk. Várakozáson felüli, tehát először is nagyon örültünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és hogy ott tudtuk az évet kezdeni. Nagyon jó hangulata lett, nagyon jó hangulata volt a koncertnek, és sokat is készültünk rá. Nyilván lemez bemutatóra általában azért más setlisten, más dalokkal készül az ember. Könnyeden ment, könnyen kigurult mindenki, nagyon élvezte a stáb is, úgyhogy nekünk ez egy nagyon-nagyon jó emlék, és hát pont ezért is gondoltuk, hogy akkor egy videóklipet készítenénk erről az estéről. Nem vagyunk az a koncert videóklip készítő zenekar, és itt is inkább arra törekedtünk, vagyis olyan srácok arra törekedtek, hogy így Kova elmondta, hogy nagyjából milyen legyen, hangulatát próbáltuk visszaadni annak a 2,5 órának, amit ott összehoztunk. Igen, és ugye ez a Mindenem című videóklip akar lenni. Hát nyugodtan mondhatom, hogy tényleg őrületes show volt. Tehát ott szívecskés lufiktól kezdve mindenféle volt. Nem voltak szívecskések, csak pirosak. De egyébként nagy mértékben és a videóklip okán is megemlítendő mindenképpen a Broadway, az a iroda, aki gyakorlatilag szervezte ezt az egész koncertet. Azért például az ötletelésben is az, hogy mi az, ami, hát most nevezzük ezt magában a showban megjelennek különböző elemek, az például pont tőlük jött, tehát a Szabó Andris barátunktól, maga a lufis történet, de maga a videoklip is. Hát én megmondom őszintén, én nem vagyok annyira rajta a koncert videoklippeken, egyetlen egy készült, hogyha jól emlékszem, ami hivatalos videoklipje a zenekarnak, és az a Hulla Józan című dalra még, nem is tudom Istent, ugye 7 évvel ezelőtt, talán valamilyen oknál fogva, én annyira ezeken nem vagyok rajta, de azt kell, hogy mondjam, hogy most örülök, hogy engedtem az Andrisnak ezen a téren, mert ez a klip szerintem tényleg igazán jó hangulatúra sikeredett, és ugyanígyabból azért vissza is adja, hogy mi lehetett ott a Phoenixben. Egészen jól éreztük magunkat, kiváló hangulatú dolog volt. Na hát ez át is jött szerintem mindenkinek. Ugye itt az új lemez kapcsán abból idéztem többek között a Mintegyjelből. Ezt meg is szavaztattátok a közönséggel a honlapotokon, és jelenleg ez az abszolút kedvenc az albumról. Nektek melyik a kedvencetek? Most mást hallunk. Igen. Egyébként ez már most, ugye most nem titok, hogy egy ilyen média turnéban vagyunk. Mai nap folyamán, és talán azért vagyok egy kicsit összeszedetlenebb a nap végére, mert elfárad az ember elméje. A mai nap folyamán azért voltunk, tudom én, 4, 5, 6, 7 állomáson, és szóba került az, hogy mi megszavaztattuk ugye az új nagylemeznek a dalait, hogy kinek melyik tetszik, egy sorrend, hogy kialakuljon. De valaki legutóbb mást mondott. Árnyék és fényt mondták. De hát igazából... Engem nem lepne meg, hogyha neked lenne igazad.
Mert legyen neked igazad. Engem se lenne meg. Köszi. De igen, mindegy, bárhogy el is beültetek, előtte néztem meg, 25%-on volt a mintegyjel, és 14%-on az árnyékisfény. Megfordult. Na, jó. Lehet, hogy percről percre változik. Az most kiderült, hogy a mintegyjel az első, de mi volt a kérdés? Ne haragudj. Melyik igazából, hogy mi a ti kedvencetek, igen, mert hogy... Hát ilyen azért tényleg nincs. Tehát, hogyha már egy lemezen megjelenik, adott esetben 10 vagy 11 dal, az mind azért kerül már föl a válogatásban, mert hát az embernek a saját gyermeke. Tehát, hogy az tényleg szereti egyenként is, tételenként is, külön-külön. Lenni más hangulatú és más miatt kedves a számunkra, nem ugyanazon kitételek okán, de attól függetlenül ezek ugyanolyan kedvesek, mint. Inkább annyi szokott lenni, hogy ki melyiket szereti koncertre játszani. Igen. Tehát ebben lehet eltérés, melyik kényelmesebb játszani, most ebben nyilván ne is menjünk bele. A közönségnek azt kell látni, hogy mindent ugyanolyan lendülettel szeretünk játszani, úgyhogy mindegyiket kedveljük. Igen, de igen. Ugye ezt ki lehetne vetíteni az albumra is, ez egy nagyon különleges album. No. Ugye a te festői vénád miatt elsősorban, mesélj egy picit erről. Igen, hát elkerülhetetlen a kérdés is, és természetes, hiszen ez valóban az egyik, hát vadonatúj festménynek az egyik részlete, vagyis a részletéből kialakított montást, tehát az szerepel a lemezborítón. Azért tudni kell azt, hogy az a véna az elég gyengécske, és ritkán működik, mert azért 7 évvel ezelőtt készült. Ezelőtt a festmény előtt 7 évvel készült egy korábbi festmény. Tehát hogy ez most már nagyon ritka. Volt egy időszak, amikor valóban gyakran tudtam vászon elé ülni, és akkor ez egyfajta meditációnak is felfogható volt. Volt, amikor ebből kiállítás is volt, de az utóbbi időben nagyon ritkán tudtam vászon elé ülni. Na most ebből és csak a galamb, az valóban egy festménynek a részlete, ami még mindig nem készült el egyébként teljes mértékben, de hogyha elfog, akkor egy jótékonysági felajánlásnak lesz majd a része. Amíg ez nincs teljesen ugye letisztázva, és nem körvonalazódnak a dolgok pontosan, addig nem is szeretnénk erről beszélni, de majd úgy is tud mindenki erről is, vagy arról is. Ugye neked ott van mellette még a jógázás többek között, meg ugye könyvet is írtál, viszont Jimmynek nem tudjuk, hogy mi az egyéb hobbija. Ugye basszusgitáros vagy ez a nagy szerelem, ezt tudjuk, de van-e más a mellette? Nekem is van 2 gyermekem, tehát a szabadidő az véges nyilván. A zenekar tölti ki azért, hogy az életem 89%-át ezekkel volt tennivalók, de a sportolást azt így megpróbáljuk most már előtérbe tenni. A serpenyő másik oldalára is pakolunk. Nyilván most nem azért majd... Az éjszakázással, rengeteg utazással, azért 40 fölött ezek már... Fontos. Úgyhogy a zenekarban mindenki igyekszik sportolni, és a szabad időmben ott tudok kikapcsolódni. Igen, és ugye nemrég kiraktatok egy posztot is, hogy közel 30 millió a megtekintése. Közelít. De lehet, hogy már annyi. De lehet, hogy már annyi, mire vége a beszélgetésnek már annyi lesz, ugye egy világon állt a dalnak a címe. Milyen érzés egy ilyen 30 millió számot látni ilyenkor a klip alatt? Ez elképesztő egyébként, és hát hogyha főleg hozzáveszünk, ugye, hogy magyar viszonylatban beszélgetünk ilyen számokról, nem egyedi, ez is oda van írva egyébként a bejegyzés alá, tehát van ennél még magasabb szám is, de nem természetes dolog az sem, hogy azt mondjuk, hogy na, ez az alap, norma, hogy mit tudom, hogy több 10 milliós nézettségek, tehát azért egy 10 milliós országról beszélgetünk, max vannak 15 millióan a magyarok, tehát hogy azért ezek olyan számok, amelyeknek nem lehet csak úgy elmenni, vagy nem lehet kifejezetten követelni, hogy na hát ezek a minimumok, hogy azért itt 30, meg 40, meg 50 milliós nézettségek legyenek. Megmondom őszintén, így, hogy benne van az ember, ez még akkor is egyrésztről elképesztő és felfoghatatlan számok. Igen, és ugye ezt nagyon szorosan követi az Amilyen hülye vagy című világszenzációs dalotok, és az összes többi. Tehát nagyon, beszélgessünk már egy picit arról, mert nagyon fogy az időnk, hogy akik lemaradtak mondjuk a nyitó koncertről, azok hol láthatnak titeket legközelebb? Hát 2 nagyobb szabású koncertünk lesz ebbe az évben.
Több is lesz nyilván, de Budapesten, hogyha a kérdés erre vonatkozott volna, nagyobb szabású koncerteket tud az ember csinálni. Mert azok lemezbemutatók lesznek konkrétan, tehát ott azért nagyjából majdnem az összes dalt tényleg el tudjuk majd játszani. Ugyanazt kaphatják, mint amit a Főnix csarnokba csinált a zenekar, a kettő helyből most már csak az egyikre invitálnám mindenkit, mert a másik helyez teltház lett. Úgyhogy augusztus 30-án a Budapest Parkban mindenkit nagy szeretettel várunk. Tulajdonképpen a Főnix csarnokos koncertnek a szabadtéri megismétlését lehet majd ott megtekinteni. Igen, és esetleg a nyíregyháziak is láthatnak majd titeket hamarosan. Ez így is van. Így van, jövünk májusban a Főhére. Számadatokban te vagy az erős. Május 18-án. Május 18-án. Köszönöm szépen. Május 18-án a Főhén játszunk, így van. És az mennyire lemezbemutató, és mennyire csak egy Kowalski meg a Vega koncert. Ezt tudod, attól függ, hogy mennyi időt tudunk játszani. Kapunk, és ezt viszont tényleg kapjuk, tehát, vagyis hát, hogy kérik tőlünk, hogy ennyit és tartsuk be ezeket az időhatárokat, mi játszanánk ott is 2,5 órát akár. Így természetesen szűkített program lesz, de lesz az új lemezről is nyilván azért egy-két dal. Na hát, nagyon sok szeretettel várjuk, és várunk vissza titeket is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük mi is. Sziasztok.